Na haló! Na halló, halló! Jaj, édes jó Istenem, nem adj erőt! Nagyon izgalmas ez az egész műfaj, amiben még semmit nem látok. Eléggé izgulok, de köszönöm itt a bátorítást. Itt valamelyik nap egyébként éjfél körül már sikerült elindítanom egy ilyen félszutyok streamet, amikor ücsörögtem és próbáltam összeszedni magamat, és tesztelgettem a hotkieket, és hát benyomtam a streamet, úgyhogy itt 8 percig a semmit néztétek. Nagyon, igyekszem, hogy értelmes és hasznos legyen mindaz, ami történni fog. Sokat gondolkoztam, hogy a saját nevemmel fusson egy duszkapeti, hogy milyen béna dolog ez, hogy duszkapeti, ki az anyám ez a duszkapeti egyrészt, másrészt miért a saját nevéről nevezi el, egoista barom állat. De közben az van, hogy ö, erre jutottam, hogy az a legbölcsebb, mert bármást adtam volna ennek, az nem kötődne annyira hozzá, már pedig ö, nem sok minden van, ami ennél jobban kötődik hozzá, mint a saját nevem. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ha egy csupa kisbetűvel kírom, akkor ez talán nem annyira patkány, úgyhogy ezt nézzétek el nekem, talán így egyszerűbb lesz beazonosítani ö, majd későbbiekben, hogyha így legalább koncentráltan tudtok szidni. Igazából ez is egy tök jó dolog, mert nem azt kell mondani, hogy a nem tudom még műsornak az szerencsétlen, aki az ugrál egy színes háttér előtt, hanem azt mondjátok, hogy a duszkapeti ez egy mekkora egy gyökér. És akkor legalább ez egy célzott irányú egyenes vonalú, egyenletes mozgással célba érő bántás, és, ezt, és ez szerintem nagyon hasznos tud lenni, ha például szittok. Na nézzük, hogy kik vannak még itt. Sose hallottátok még a hangom, hát ilyen, nem, nem nagy öröm. De hát ez van, ezt adta jó Isten. Micsoda már jött réd, vagy mi egyik? Mi lemaradtam valamiről? Bubi Twitch, rédid. Na figyelj, Bubi, te vagy az első rédelőm, neked készültem szeretettel, figyelj ez megér még egy pár nyomkodást. Ami most következni fog, hogy mi is ez az egész és miért vagyunk itt, szeretném nektek elmondani, hogy alapvetően filmekkel foglalkozom, filmvágással, illetve mindenféle vágással, ami, ami a mozgóképhez kapcsolódik, és csak így visszanyúlnék egy kicsit a régi időkbe, amikor gyerek voltam, és igazából innen indul az egész koncepció. Szerettem volna nagyon filmekkel foglalkozni. Vagy legalábbis a mozgóképpel, vagy legalábbis azzal, hogy a tévében, ami megy, adás, azt valahogy én irányítsam, és ez megfogalmazódott bennem elég elég korán. Az iskolában, így a körben próbáltam így bevakarni magamat, és hétvégente hangfalakat cipelgettem meg, szombatonként segítettem, meg nem tudom csak, hogy kapjak egy óriásnak kamerát és szaladhassak madarakat felvenni az erdőben. Valagási pénzemből például kamerát vettem, és azzal gyártottunk ilyen kis filmeket az unokatesóimmal, úgyhogy volt mint szégyenkezni, jutolok bőven visszanézni ezeket az anyagokat, majd lehet, hogy hozok be nektek egyszer valamelyik adáshoz ilyen, csinálunk egy ilyen cringe bétet, és későbbiekben sok szerencsés úton, módon sikerült egyre közelebb és közelebb kerülni ahhoz, hogy ne csak a kiskamerámban, hanem otthon is, egy vágóasztalon, egy, egy, egy egyszerű szoftverrel, de el tudjak kezdeni pakolgatni snitteket ide-oda. Elvégeztem az elte filmszakot, majd felvették a színművészeti egyetemre, és ahogy ezek az idők teltek, úgy egyre inkább azt éreztem, hogy de jó lenne, na és itt térünk vissza, itt kanyarodunk vissza. De ugye nagyon-nagyon szeretnék segíteni azoknak az embereknek, akik hasonló helyzetben vannak, mint amikor anno én voltam. Hogy aki érdeklődik ez iránt akit érdekel a mozgókép szerkesztés, akit érdekel a filmnyelv, akit érdekel az, hogy hogyan lehet elmesélni egy történetet, hogy mennyire sokat számít a montázs, milyen élmény az, amikor hatással lehetünk másokra, nézőkre, hogy amikor a mozi egyszerre megmozdul és örül, vagy sír, vagy felsziszem, vagy lélegzet visszafolytva nézik azt az adott pillanatot, amit összeraktunk, és ezáltal hatással lenni másokra, ezt az élményt én nagyon szívesen átadnám bárkinek. és ez a stream, ez erről, ez erről szól. Úgyhogy itt nem az a cél most jelenleg, hogy óriás mainstream vonalakra törjünk, hanem az lenne a cél, ehhez viszont mindent meg fogok tenni, most a következő időszakban remélem, hogy akit ez érdekel az országban, azt megtalálja. Ez lenne a cél, hogy az országban gyűjtsünk össze mindenkit, akit ez érdekel nem nagy cél, nem is kicsi, de célnak cél, mert akkor le tudnánk fedni egy olyan közösséget, és ez lenne a hosszú távú értelme ennek az egésznek, hogy akár Discordon, akár egyéb helyeken össze tudjon jönni egy olyan kis csapat, akikkel együtt, hogyha csinálnánk egy országjárást, vagy megjelenik egy új filmem moziba, vagy bárkinek a barátaim közül, le tudjunk menni, és városokba akár csinálni offline rendezvényeket, mozibetítéseket, beszélgetéseket. Én tök örülnék, hogyha ez összejönne, ez engem nagyon motivál, most nemrég voltunk az Apollo moziban Debrecenben, és a FOMO című filmünkkel voltunk, közönség közönségvetítésen, bár elég rég a rég volt már a fomónak a bemutatója, pár évvel ezelőtt, szerintem három, de fantasztikus élmény volt. Szóval az, hogy látni a valós embereket, hogy eljönnek, és a valós idejüket rászánják és aztán ott maradnak, és, és beszélgetnek velünk, és, és halljuk, hogy mit éreznek, mit gondolnak, ezek engem nagyon inspirálnak, és nagyon jó lenne ezt megélni, akár itt a streamen, akár egyébként majd, majd élőben is. Ez nagyon fontos, hogy ez nem egy masterclass, ez nem egy tutorial videó ö, szoftverekhez. Ez egy nagyon egyszerűen, érthetően kommunikált, filmgyártásba, filmek működésébe és a filmnyelvbe betekintést engedő kis ablakocska, ahova mindenki bedughatja a kis orrát, hogyha szeretne és megnézheti, hogy mi történik itt. Ez a gondolkodásmódról és a dramaturgiáról fog elsősorban szólni, és, és sokkal kevésbé arról, hogy melyik gombot nyomjuk meg ahhoz, hogy valami történjen. Jó, szóval tettem fel Instán egy kérdést pár héttel ezelőtt, hogy mi az, amit szívesen látnátok akkor, hogyha ezekről beszélgetnénk itt. Szóval, hogyha valakit majd ö, azt látja, hogy nagyon érdekli az a kérdés, vagy az a tematika, de azt fogom rá mondani, hogy hát ezzel nem nagyon fogunk foglalkozni, akkor már egyből is le lehet iratkozni, és akkor ez tök jó. Ha pedig valakit megerősít, hogy jaj, de jó, hogy ez lesz, akkor pedig még valamelyik ismerősének is ajánlhatja, úgyhogy szerintem nézzük is meg ezt. Hogy kezdek bele a vágásba? Ez egy kifejezetten jó kérdés, lesz róla szó, szerintem ez az egyik legfontosabb dolog. Mert ha valaki elkezd össze-vissza kaszálni, akkor nagyon sok zicert fog tudni kihagyni addig a pont, amíg a végleges anyag el nem készül. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés, lesz róla szó. Mappa rendszer, trélervágás. Trélervágás az jó, az egy izgalmas dolog, és itt térnék ki arra, hogy egyébként nagyon szeretnék nektek egy csomó aktualitást hozni, tehát készülő filmekből jelenteket összerakni, még mielőtt a moziba kijön. Készülő trélereknek megmutatni a timeline-ját, az egész metódus, hogy hogyan állt össze. Csomó tervem van, majd erről később beszélni is fogunk, de összességében a trélervágás, igen, az arról lesz szó. Formátumok, méretek, tömörítés, teljesítmény, ez pont az a terület, amit nem, nem nem biztos, hogy hogy nagyon erőltetnék, de persze, hogyha lesz rá nagyon sok jelentkező, akkor erről akár a Discordon lehetne nyitni egy külön csatornát, és akkor erről is beszélhetünk. De alapvetően nem ez lenne a streameknek a célja. Timeline felépítésről lesz szó. Hogy kerülnek kiválasztásra a filmelőzetesek aláfestő zenéi? Jó kérdés, erről még beszélni fogunk, ezt nekem is ki kell találni, hogy, hogy hogyan érdemes-e ezt hozzányúlni. Minden pre és post munkafázis VFX-el kapcsolatban nyilván dolgozom ezekkel, de összességében azokat a témákat próbálom megcílozni, amit édesanyám is értene, hogyha felnéznéd a Twitch-re, és lehet, hogy ez egyel bonyolultabb. Bár édesanyám nagyon ügyes. Hogyan rendszerezed a felvételeket? Inkább a kreatív oldalban lesz róla szó, hogy hogyan rendszerezünk felvételeket, és kevésbé a technikai. Tehát az, hogy melyik képkocka száma a konvertálom át ahhoz egy MXF valamivel, hogy amikor a konténer kimászik, akkor jó legyen. Sokkal inkább arról van szó, hogy hogyan tudom dramaturgiailag, gondolkodásmódban úgy rendszerezni a felvételeket, hogy ezek a darabkák azt szolgálják, hogy majd a film ténylegesen összeálljon a lehető legjobb módon a kezünk alatt. Workflow, 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 periféria téma, amikor technikai dolgokról beszélünk. Mit vársz egy rendezőn? Nem várok semmit egy rendezőtől ö, el. Valaki azt mondja, hogy tanult tőlem, hát ö, nagyon kedves, hogy ezt gondolja. Szóval a rendezők, fantasztikus emberek, akikkel együtt dolgozhatunk. Megvannak természetesen a nehéz időszakok velük, meg megvan a jó időszak velük. Ez egy nagyon szoros alkotói munkaközösség két ember között, amikor van, hogy összefeszülünk néha, van, hogy kibékülünk, van, hogy együtt örülünk, együtt iszunk egy sört. Hát gondoljatok, egy 6-7 hónap körülbelül az, amit egy nagy játékfilm vágással mondjuk eltölt az ember vágóként. És persze vannak kisebb lélegzetvételű projektek a reklámoktól, a kisjátékfilmeken át egészen a klipekig, de összességében ez mindig egy közös alkotói folyamat, ráadásul azt ne is felejtsétek el, hogy gyakorlatilag a rendező az, aki először itt szembesül azzal, amit ő felvett nyersanyag. Tehát a forgatáson kint csak egy kis monitoron látja, de igazából, hogy mit teljesítettek, az, az, az csak itt a vágószobába derül ki, és itt azért sok minden kiderül egy nyersanyagból, úgyhogy ez egy nagyon bizalmas légkör, én nagyon szeretem egyébként ezt, mert nagyon megbecsült helyzet, erről is majd lehet, hogy fogunk beszélni. Color correction, hát így van, ez nem két perces téma, és nem is az én asztalom. Szóval alapszinten ezeket megoldom, és megcsinálom természetesen, de ez egy külön szakma. A ha valami nem, nem olyan terület, azt érzem, maga biztosan azért elkecmergek, akkor abban nem fog belemenni. De ha egyszer úgy adódna, hogy akkora az érdeklődés, hogy most akkor a fényelésről beszélünk, akkor össze fogunk hívni egy mozinyi embert, és szervezek nektek egy előadást erről. Erről beszélhetünk. Fel lehet tenni ezeket a kérdéseket Discordon. Műfai sajátosságok mennyire befolyásolják a vágást, és miért? Nagyon jó kérdés beszélünk róla. A filmnyelven vágás szempontjai nagyon jó kérdés beszélünk róla. programok használata kuka nincs. Hogy állsz neki egy vágásnak kérdés. Ö, nagyon jó kérdés, hogy mi a legelső és legutolsó dolog, amit tudok. Semmit nem tudok a legelején. Nagyon na, vágás az egyik legösszetettebb dolog. Van egy trailer pont amit most csinálok, 27 darab verziója van eddig, és még mindig nem állt össze. Teljesen is vagyok magamra, valamelyik nap alkotói válságban voltam, ez az, barzasztadnom az, 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 nem tudok zöldegre vergődni, pedig hát azért pár trailert összeraktam életembe, de ez most valahogy Netes, de majd neki a valamelyik nap. Kíváncsi lenne valaki, hogy menthetetlenek tűnő snitteket hogy tudunk megmenteni gyakorlatilag. Snittek alatt nem tudom pontosan mit értünk, jeleneteket, vagy konkrét effektív technikailag hibás snitteket, de az, hogy egy jelenet hogyan lehetne jobb, arról beszélünk, fogunk. mi fogunk. Vágási stílusok, amik a központi témát erősítik, nagyon jó kérdés. Erre próbálok majd sok minden példát is hozni. Még azt is meg kell nézni, hogy a Twitch hogyan bombáz szét, hogyha bármilyen jogdíjas cuccot fogok itt mutogatni, úgyhogy az még rejtély, hogy hogy ez összejön, -e, de megnézzük, hogy mibe nyerhetnek bepillantást, ugye ez volt az egyik kérdés itt az Instán, is arra válaszként van ez, hogy a roller kollekciómba itt ez egy nép, szó, egy ilyen szójárás itt közöttünk ez a roller, nem annyira családbarát, de a szopó rollerről van szó, ami gyakorlatilag időnként, hát gyakran, gyakran, sajnos, hát csúnyán arcon vág. Szóval az van, hogy itt, itt azért ebbe a szakmába látjuk magunkat boldognak, boldogtalannak. Sokszor éjszakázunk, sokszor túlterheljük magunkat, miközben szeretjük, amit csinálunk, csak néha ez sok, és amikor így besokalunk, akkor itt elkezdünk régyelni, és akkor ezt a, az egész roller kollekciót ezt fel lehetne vonultatni, hát azt nem kívánom amibiként senkinek, de ebbe a régyelésbe nem biztos, hogy első körül bele de ettől függetlenül öö, majd megnézzük, hogy mennyire, mennyire alakul őszintén és bizalmasan ez a ez a kettőn közötti kapcsolat. Hangsáv kialakulása, lesz róla szó, vágás, egy pont, egy nuboknak, botoknak, erről szól ez a stream. Pontosan, hogy megpróbáljunk mindenki számára elérhető tudást, érdeklődést felkelteni. A vágás, nem is a vágás, hanem a filmszerkesztés, a mozgóképpen mesélés iránt. Zöld, illetve kék háttérű munkafolyamatra lenne kíváncsi valaki, lesznek olyan filmek, ahol van zöld és kék háttér, bele tudok mutatni ebben a részébe, legalábbis abban, amit bennünket vágókat, filmszerkesztőket érint. Alapvető differencia az Evid Media Composer, ugye ez, ez, a szoftver, amivel én is vágok, nagyjátékfilmeket nagy filmeket elsősorban, de sok tévésorozatot, tévéfilmet, akár az RTL Klubnál, vagy a TV2-nél, vagy az ATV-nél is az Evid Media Composer-re van felépítve az egész belső rendszer. Tehát, hogyha az a kérdés, hogy mi az alapvető differencia, akkor ezt mondanám, hogy elsősorban a filmes utómunkára az Evid Media Composer az, ami leginkább kommunikál az utómunkarészlegekkel, és erre van kitalálva, hogy minél több ember dolgozhasson egy ilyen viszonylag nagyobb rendszeren. Az összes többi vágó program egy kicsit ilyen magányos farkas, nagyon jól lehet velük dolgozni akkor, hogyha felrakod a számítógépedre, de abban a pillanatban, hogy már valami komolyabb, nagyobb lélegzetvételű projektkezelésről van szó, ott elkezd billegni a, a dolog. Mitől lesz jó egy vágó? Nem attól, hogy gyorsan kattingat. És nem attól, hogy bonyolult a timeline-ja, hanem attól lesz valaki jó vágó, hogy el akarja sajátítani azokat a filmnyelvi működéseket, amitől aztán megmozdul a néző, megmozdul a vászon, és ténylegesen tud működni egy jelenet. És azt hiszem, el is érkeztünk ide a végére, és visszakapcsolok most, visszakapcsolok most, hova kapcsolok vissza. Nos, akkor lépjünk is rá arra a kis felületre, amit hoztam nektek, és megpróbálom hatékonyan végigmesélni nektek azt, amiről itt szó van. Pár évvel ezelőtt, szerintem kettő talán, kettő évvel ezelőtt a Lumière filmiskolának készítettem egy image filmet, mármint úgy készítettem, hogy volt neki rendes tábja, én voltam a vágó. És azt találtam ki, hogy mi lenne, hogyha ennek az image filmnek, ami egy ilyen másfél-két perces környéki végeredmény lett, végignéznénk azt a folyamatát, vázlatosan ugyan, de végignéznénk, hogy hogyan alakult és hogyan épült föl, hogy a végén elérkezzünk oda, ami a végeredmény. Az lenne ezzel a cél, hogy egyrészt belelássunk egy kicsit az utómunka folyamatba, másrészt láthassuk azokat a döntési pontokat, amikkel találkozik egy alkotó ember, akit ma vágónak hívunk, de ugye a vágás az inkább elsősorban egy ilyen technikai sportágra utalna, egy ilyen, ez egy buta, buta elnevezése sajnos a szakmánknak, sokkal inkább illik rá, ami ugye angolul az editing maga, hogy szerkesztés, tehát hogy filmet szerkeszteni, vagy maga a montázs, ami az összeszerelni szó, és annak mindenféle szinonimái. Tehát hogyan tudjuk a vágással, csúnya szóval, átadni mindazt, ami a nyersanyagokban benne van. Ennek az image filmnek a kialakulását fogjuk megnézni, és ehhez Segítségű hívom azt, amit legelőször megkaptam, a Jóreg Storyboardot. A koncepciónk az volt, hogy. A Salomon András rendező koncepciója az volt, és aztán ebbe csatlakoztunk be mindannyian, hogy adott egy fiatal lány, lehetne fiú is, de most lány, aki szeretne részt venni egy forgatáson. Sőt, mi több, nem csak részt szeretne venni ezen a forgatáson, hanem ő már valamennyire része is, hiszen felkérték arra, hogy ott ő, asszisztensként ügyködjön, segítsen, dolgozzon. És ez a lány otthonról elindul erre a forgatásra, és ennek az útját fogjuk végignézni. Miért jó ez egy image film szempontjából? Azért, mert szeretnénk, hogy azonosulhasson vele az a diák, aki esetleg ebbe az iskolába szeretne járni, hogy ugyanúgy otthon vagyunk, ugyanúgy el vagyunk, laptopozunk, majd mindjárt végnézzük itt a képeket, simogatják a kutyát, stb. Teljesen hétköznapi átlagos civil életből elindulunk, és megyünk a forgatásra. És mit látunk a forgatáson? Bele fogunk pillantani azokba a részterületekbe, amihez kapcsolódóan egyébként lehet jelentkezni ebbe az iskolába. És ez most nem egy promóció, tehát félre ne értsen senki. Ettől függetlenül, hogyha gondoljátok, nyugodtan nézzétek meg a honlapot, de ez most inkább arról szól, hogy hogyan épül fel valami, amit el akarunk mesélni a nézőnek. És ez a lány, amikor odaér a forgatásra, akkor elkezdi az ő munkáját végezni, és ezáltal találkozik mindenféle részleg emberei emberével, ezáltal picit betekintést látunk a stáb működésébe, és a végén a film azzal zár, hogy igenis egy stábbal lehet ö, jó filmeket alkotni, nagyon fontos, hogy közösségi munka zajlódjon, akár kicsi stáb, középtá, stáb, nagy stábbal, ez teljesen mindegy, a lényeg a csapatmunka. És ennek az első darabjai voltak ezek a storyboardok, amiket megrajzoltak. Itt láthatjátok, hogy itt egy lányka, egy ilyen keresztfejű lány ül egy ablaknál, és hát nem uzsonnázik elsősorban, hanem ez egy laptop, ami itt előtte van, közben a lábujjával vakarja a kutyának a, a, füle hátát, majd átvágunk Ansnitre, és a hegyes fülű kutya, akinek ilyen furcsán, ilyen, nem is tudom, hogy egy csont lenne az arcába, vagy beépítve, Ö, néz ránk, rejté miért, viszont ott van előtt a laptop, azt is nézhetné, de hát a lány ugye otthon, otthon pörög a hátán, majd lépünk egyet tovább a 4-es, 5-ös, 6-os képre, itt látunk közeliket ugyanúgy a keresztfelű lányról, a kutya szomorúan néz ránk, lehetne boldogabb, de összességében az a lényeg, hogy ez a lány otthon itt szüttyög, majdan elindul, felvette a sáját is, ha jól látom, rendes bölcsész bölcsés szakmája lehet, mégis gyakorlatilag dolgokra megy a forgatásra, és igyekszik ott rendezkedni, majd elindul a lány, jön a lépcsőn, megy a lépcsőn, így jön közelibe a lépcsőn, amúgy a lépcsőn, emígy a lépcsőn, majd bicikliz szemből oldalról, otthorról eljött a lány, és megérkezik hova? Hát itt látjuk a 13-as kis képünkön, hogy bizony megérkezett ide a forgatásra, hogy honnan tudjuk, hogy forgatás, az mindjárt kiderül, de itt most kinyit egy ajtót, és azt látjuk, hogy itt hát rengeteg ügyködő ember van. Ahogy nézzük, ez egy felső kameraállás. Itt valószínűleg van egy ilyen alapozós nittünk arra vonatkozóan, hogy tudjuk, hogy az a lány, akit eddig az utcán láttunk, illetve a saját otthonában, és belépett itt a 13-as képen egy szűk ajtón. Hova fog érkezni? Hát ide érkezik, meséli a 14-es kép, és elindul a lány beszélgetni a stávtagokkal. Hát ide jön például a ruháshoz, a kellékesekhez, aztán megy tovább, és mindenkivel aranyosan beszélget itt a sok x-fejű emberrel. Elérkeztünk a díszletig, ahol maga a forgatásnak a színészi játéka fog zajlani. Meglátjuk azt a teret is, hogy hol és miért dolgozik ez a sok ember, ahol a színészek összeállnak, majd és létrejön a jelenet. Egy autót látunk lámpával emberek beszélgetnek, ők a színészeink. Azt látjuk, hogy itt valami jelenet forog, egy interakció, és ezek után pedig a stáb ezt mind megünnepli, ilyen nagyon boldogan, meg fogja ünnepelni, hogy én is ünneplek, így meg is nyomom, így ünnepelnek. Tök egyszerű maga a koncepció, de pont elég arra, hogy az emberek, akik esetleg érdeklődnek a filmgyártás iránt, azokat bevonza, és megpróbálja őket ö, arra arra rávenni, hogy igenis inspirálódjanak. Filmesnek lenni jó. És nem azért, mert ez egy snob dolog, vagy elit dolog, hanem azért, mert egy jó csapat része lehetsz, és együtt alkothattok egy filmet. Szóval ez volt a Storyboard. Innen fogunk tovább lépni. Azt kérdezi Icsa Besz, hogy ebbe a folyamatban már neked is van beleszólásod? Hogy te ide nem ilyen képet tennél be, mert valami más jobban néznek ki és vegyenek fel olyat is? Nagyon, nagyon jó kérdés. És igen, ebbe a körbe már simán lehet beleszólásod. Attól függ, hogy melyik folyamatba érkezel bele. Sokszor van olyan, hogy már akkor hívnak föl, amikor már leforgott egy nyersanyag, és akkor azon a ponton csatlakozol csak be. De hogyha van egy összeszokott stáb, és van egy olyan rendező, aki számi, számít rád és számol veled, akkor már sokkal hamarabb bevon a munkafolyamatokba. Méghozzá azért, mert a vágói a szerkesztői szem, az nagyon fontos ahhoz, már könyvszinten meg lehetne látni, hogy mi az, ami esetleg működhet, ami nem működik, ha sorrendcseréket lehetne eszközölni, hol unom el én, mint vágószemmel olvasó ö, ember a forgatókönyvet, hol érzem azt, hogy valami logikátlanság van, hol érzem azt, hogy valami döccen. És ezekről már lehet beszélgetni sokkal hamarabb, mint ahogy a forgatás elindulna. Sőt, ez az egészséges. a jó, ekkora igazi alkotótársa már a kezdetektől a dolgoknak. Nyilván utána is az lesz -e. természetesen, utána kezdődik még csak a java, de jó esetben már a forgatókönyvet, a storyboardot úgy rakjuk össze, úgy rakják össze, hogy te is részese vagy ennek a folyamatnak. Megtörténik a forgatás, ezen a forgatásnál általában nem szoktam ott lenni, Én nem nagyon szeretem a forgatásokat. Lámpákat pakolnak, szaladgálnak, nagyon kevés az a pont, amikor azt érzem, hogy tényleg hasznos dolog történik, de ez nem azért van, mert, egy, mert rossz, rossz emberek dolgoznak ott, vagy ilyesmi, hanem egyszerűen azért, mert a forgatás maga ilyen, hogy átállnak, lámpát pakolnak, bevilágítanak. Sokkal jobban szeretek a vágóasztal mögött szembesülni ezekkel az anyagokkal, de nyilván vannak esetek, amikor én is kimegyek helyszíni vágni például egy reklámra, amikor össze kell tenni egy olyan rövid jelenet sort, aminél nagyon fontos, hogy például Timingba befér el mondjuk abba a 30 másodpercbe az a 8, 10, 15, 20 darab kép, amit oda felvettek. Itt kezdődik a küzdelem, hogy hogyan tudod bepréselni úgy, hogy a jelentés megmaradjon, de ne csorbuljon semmi, és az a koncepció, amit elfogadott az ügynökség, az ügyfél, a mindenki, az létrejöjjön, és elégedetten távozzanak mondjuk egy ilyen reklámforgatással. Ilyenkor sokszor van az, hogy kimegyek én is, de amennyire csak lehet, én ezeket kerülöm nagy-nagy szeretettel kerülöm. Leforog az anyag, itt is ez történt, leforgott, kimentem a forgatásra, csak egy picit beköszöntem, ezután megkapjuk a, megkapjuk a nyersanyagot, innen fogjuk folytatni, lesz egy ilyen kis felületünk, ez maga az evidnek a felülete. Most eltakarítottam minden olyan szutykat a képről, ami bekoszolhat, tehát biztos nagyon sokakat érdekel, hogy hogy néz ki a így, a bin, meg úgy egy szekvenciának a kis ikonja, erről most nem kell, hogy szerintem beszéljünk, mert egyáltalán nem ez a lényeg. Itt megint a gondolkodásmód lesz az érdekes. Ez egy olyan felület, amiről azt kell tudni, hogy itt van egy timeline. Ez a timeline, amit láttok, ez maga az egész Lumière image filmnek a nyersanyaga itt ül. Itt látszódik, hogy ha rángatom itt az egeret, akkor ez a timeline kép, az, ami magán rajta van. timeline és egyébként, ha ezt most én visszanyitnám, akkor itt látnátok a szóróablakban is, hogy milyen nyersanyagaink anyaga, nyers vannak. Így néz ki most ez a nagyon egyszerű felület. Amikor megkapom a nyersanyagot, én mindig úgy dolgozom, és erről tudok beszélni, és ezért nem egy masterclass, és ezért nem egy ilyen nagy tudás átadásom most zajlik, mert minden vágó. Máshogy dolgozik, máshogy kezdi el összerakni az anyagot, rendszerezni, építeni. Ezért összességében nem tudom azt mondani, hogy melyik a jó verzió, vagy melyik a rossz, vagy mi az, ami, mi az, amit én mindenképp azt mondom, hogy ezt így kell csinálni, mert ilyenek nincsenek. Olyan van, hogy az én tapasztalatom szerint nekem az vált be, hogy és erről tudok nektek beszélni. Minden más, lehet, hogy sokkal szuperebb módszerek is vannak, és lehet, hogy egyáltalán sok mindenhez nem értek, de arról viszont tudok, és szívesen beszélek is, hogy mi az, ami nekem működik. És hogy ebből valaki inspirálódik, az tök jó, vagy hogyha ebből azt látjátok, hogy Duszke ezt nagyon rosszul csinálja, akkor pedig egyébként nagyon szívesen várom a kommenteket majd, és írjátok meg, hogy mi az, ami szerintetek a jobb ötlet. Én, én teljesen nyitott vagyok mindenre, szeretnék én is fejlődni, úgyhogy remélem remélem ezt meg tudjuk tartani. Itt elkezdek belenagyítgatni a dolgokba, itt láthatjátok azt, hogy vannak különböző ilyen kis blokkocskák. A blokkocskák úgy néznek ki, hogy el van itt választva mindenféle, most gyakorolom ezt is jó, így nagyítgatok. Szóval el vannak választva ilyen kis szünetekkel, a szürke felület ott nincs semmi. Tehát nézzük meg például ezt az első blokkot. Itt azt látjuk, hogy ez a lány ül ebben a lakásban, és belátunk egy ajtón. Ez van az összes felvételen. Ezeket a felvételeket én végignézem, és kiválogatom a V2-es sávra, tehát felemelem egy körrel magasabbra azokat, amik nekem tetszettek. Akár egy pillanatról van szó, tehát láthatjátok, hogy most nem arról van szó, hogy egy teljes snittet így felemelünk, hanem nagyon sokszor csak arról van szó, hogy mondjuk kivágok egy darabkát, és azt emelem fel. Méghozzá az azért, mert az a fontos nekem, lehet, hogy ebből a szakaszból itt nekem csak ez a picurka az, ami igazából lényeges. Így megyek végig minden egyes blokkon, és válogatom le, a nyersanyagot, azt szerint, hogy nekem mi tetszik, illetve hogy a rendezővel mit beszélünk, hogy nekünk tetszik. Megyünk a következő blokkra, a lány közeléjeit látjuk. Mozog a kamera, azért sokszor lesven kell a laptopra. Kiválogatjuk, hogy mi az, ami nekünk szimpatikus valamilyen módon. Itt, hogyha most megint megpróbálok egy kamerát váltani, mert itt felkészültem ám. Tehát ezek a film képei, itt láthatjuk, hogy mik a hasznos dolgok még. Tehát például hasznosnak ítéltem meg ezt a szakaszt. De versenyzik ezzel a szakasszal, és ezzel a szakasszal. Ez három teljesen különböző kép. Azon a célom nekem ezen a ponton, hogy sikerüljön ezeket a kis darabkákat megversenyeztetni. Felkerülnek egyen magasabb szintre, és onnantól már ők versenyeznek. Nagyon sok szempontból ugyanarra a pozícióra kell találjunk darabokat, ugye ezért is hogy a forgatásokon ugyanazt a beállítást felveszik sokszor. Ugye vannak a jelenetek, vannak a beállítások, és vannak a csapók. Ez három különböző dolog. A jelenet az például az, hogy én bejövök az ajtón, és ide megállok hozzátok, és elkezdek beszélni. Ez egy jelenet mondjuk. Ezt a jelenetet beállításokra bontjuk, ezt fel tudom venni úgy, hogy ott a kamera, a zsebemben van egy kamera, a lábomon van egy kamera, a fejemen van egy kamera, meg még száz helyen lehet kamera, és ezek a kamera szögek adják, hogy milyen beállításból látom önmagamat, de ugyanabban a jelenetben, amiben idején bejövök és beállok ide Elétek streamelni. És az, hogy ez hányszor veszem föl, minden egyes beállítást, amikor az van, hogy tessék, és az, hogy ennyi a kettő között, az meg a csapó szám, ugye lecsapózzák, miért csapóznak a forgatásokat, azért csapóznak, hogy legyen szinkronban, legyen szinkronban a kép és a hang. Szóval ezekre a darabokra itt tartottunk, versenyeznek ezek a kis apróságok. Így megyünk végig a timeline-on. Ugye beszéltük arról, hogy a lány otthon van először. Ezeket látjuk. Lánya kutyával, lánya fényképezővel, elindul otthonról, elpakolja a cuccait. Mit csinál a lány? Tovább pakolja a cuccait, egy másik beállításból ugyanúgy pakolja a kis aranyos fényképezőjét. A lány nézi, ahogy pakol. A lány becsukja az ablakot, hogy ne jöjjön be a légy. A lépcsőn a lány már megint megy. Óriási menetel van itt a lépcsőkön, mindenféle szögből jön ez a lány. Ugye milyen izgalmas, hogy bármit választhatunk. Itt van ez, bár le van írva a storyboardba, hogy milyen képeket fognak felvenni, de ahhoz, hogy ez működjön, az azt nem tudja senki, hogy mitől fog igazából működni az, hogy a lány hogy jön le a lépcsőn, igaz? Meg hogy hogy pakolja le a cuccait. A lány kijön az utcára, ebből is van egy csomó, Féle, így jön ki az utcára, így jön ki az utcára, mindig valaki ki az utcára, biciklizik egy óriásit, fantasztikus biciklizés zajlik, majd ezek után hát menő napszemekben is biciklizik, átbiciklizik a mindenségen, és megjön, 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 megjön a lánya forgatásra. Ugye ez az a szög, amikor felülről látjuk azt, hogy hogyan nyílik meg a tér. Erre itt vannak például az opcióink, van belül 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itt az utolsót választottuk, ez lett például a győztes nyt. Ebből. Ebből a snitből megnézzük, hogy hogy sikerült lecsapták, lassítva vagyunk, a lány megérkezik, besétál, itt még nem tudjuk, hogy kik vagyunk, hogy vagyunk, merre vagyunk, csak azt látjuk, hogy megnyílik a tér, és hop hop itt nagy pakolgatás zajlik, egy egész stáb itt pörög a hátán. Miután a lány itt van a forgatáson, elkezd körbenézni, hogy kikkel találkozik. Találkozik a színésznővel, találkozik a színésszel, a kameratechnikussal, a robotkezelővel, és azt mondja, hogy na akkor összeállunk egy forgatásra, nézzük meg, hogy mi is az a jelenet, amire szükségünk van. És itt jön el a filmnek egy ilyen váltása, méghozzá az, hogy van egy timelapse felvételünk. Timelapse felvételben azt fogjuk látni, ahogy ezt a kocsit megépítik. Tehát nem csak a kocsit építik ugye meg, hanem magát az egész ö, szettet összerakják. Felépítik a díszletet, megérkezünk egy ilyen timelapse felvételbe egészen odáig, hogy Beül a színésznőnk az autóba. Érkezett egy ilyen kérdés, hogy ha egy időben több kamera forog, akkor mindegyiknél van külön csapó. Általában, ha mondjuk, mondjuk forog két kamera, akkor igyekeznek úgy csinálni, hogy mindkettő kamera lássa azt az egy darab csapást, amikor ezt megcsinálják. De vannak esetek, amikor ez a két kamera valamilyen fizikai oknál fogva nem tudja látni ugyanazt a csapót, mert mondjuk teljesen két térben vannak, ezért akkor két külön csapóval, két külön időben csapják le őket. De a lényeg az az, hogy mindig legyen csapó, amikor forgatáson egy snittet elindítunk, mert onnantól tud majd a vágóasszisztens ezzel dolgozni, hiszen onnan fogja tudni, hogy hol ért össze a kép és a hang, hiszen ugye a forgatáson a képnek nem része a hang, hanem az külön veszik fel. Felveszik a kamerával a képet, és felveszik külön a hangot. Tehát két teljesen más eszköz rögzíti a kép és hangi ö, matériát, amit aztán majd a vágóasszisztensnek kell összecsapózni. Ezért, ha a szegény vágóasszisztensnek nem mondják be, hogy hanyas csapó, meg nem látjuk a csapót, meg kiesett a csapó a képből, meg nem úgy volt, meg nem hallotta, meg nem az volt, akkor szerencsétlen nagyon-nagyon nehezen fogja megtalálni a száj szinkronokat, mert aztán ilyeneket nézeket, hogy hol csapódott be egy ajtó, vagy hol esett le egy toll a földre, mert akkor tudja majd, hogy szinkronban megkeresi, hogy hol van egy tollcsapódás éppen a betonon, és ezeket elkerülendő, nagyon fontos a csapózás. Szóval megérkeztünk a lányjal, itt az image filmben ügyileg otthonról átérkezett az utcán, megérkezett a forgatásra, mindenkivel beszélgetett, és megnézzük azt, hogy hogyan épül fel egy díszlet itt a forgatáson. Miután ez megvan, a, a színészek jelenetbe állnak, itt látható is, ez már, a fekete már én raktam rá, mert ez egy próba volt. Itt az a lényeg, hogy ugye összeáll a díszlet maga, majd beszállnak a képbe a színészeink, és elindul maga a jelenet. A produktum amiért az egész táv dolgozik. És ezen a ponton a mini jelenetünk úgy néz ki, lecsapózzák, ugye, amiről már beszéltünk szépen a jelenetet, és a hölgy kiszáll a kocsiból, a férfi ráfényképez, csókot adnak egymásnak, majd kinyit a kamera a stáb felé, és megnézzük, hogy hú, hát ez egyébként mennyi embernek az alkotása, és ez mennyire szimpatikus, és mi is tartozhatnánk akár ide. Ebből is van jó pár verziónk, amiket itt láttok, és ennek vannak közeliei, és vannak egyéb mindenféle ilyen verkanyagok. Na, ezek érkeznek meg hozzánk első körben. Eddig pont így kell elképzelni, pont így képzeltétek el, vagy ez egy teljesen ismeretlen dolog, vagy, vagy azt gondoltátok, hogy ennél sokkal, sokkal behatároltabb. A forgatókönyv, a forgatás és a, mi a vágóasztalra kerül, tök kíváncsi vagyok, mit mondtok. De aki már vágott bármit életében, az pontosan tudja egyébként, hogy nagyon sok szempontból a vágóasztalon állnak össze a dolgok. hogy ezért is van nagy felelősségünk. Elérkezünk a következő menüponthoz, mi történik a következő szakaszban. Hát az történik, hogy ami eddig a v 2 sávon fel volt szépen építve nekünk, azokat a meg kell most versenyeztetni. Na nézzük, hogy versenyeznek ezek a jó madarak. Ezt most egy pillanatot visszaváltok, csak megnézem, hogy ennek a nyersenynek most, hogy kiveszem a szüneteket, akkor is kb. ez egy ilyen, hát mondjuk két és fél órányi szett, és ebből, hogyha én most válogatok, és ez már a válogatott, tehát itt most ti azt látjátok, hogy mik azok a darabok, amik össze vannak itt húzva, akkor azt látjuk, hogy ennek a hossza itt 10 perc, és ezeknek a hossza, és most vegyünk ki mondjuk a szüneteket, kb. a kilóra, ez még 8-9 perc, tehát gyakorlatilag egy ilyen 18-20 percre szűkítettük a versenyzőknek a sorát. Hát nagyon izgalmas a verseny, ki az, aki győz? Ugye? Ki az, aki egyáltalán bejut a döntőbe? Gyorsítva fogom csinálni, jó? Felpörgetem, és most azt látjuk, hogy a lány hogy milyen dolgozunk, ez tök fontos látni. Ahol ugrik a kép, az nem a lagolás miatt van, hanem azért, mert ott nyilván van egy vágás, ami elválasztja ezeket a snitteket egymástól, ott mindig jön egy egy újabb darab. Tehát látjuk, hogy a lány otthon pörög, kutyázik, mászkál, ott a fényképező, ettől is azt gondoljuk, meg az is a koncepció, hogy ő egy ilyen érdeklődő, hobbifotós, aki igyekszik, illetve emellett kelléket is visz a forgatásra, tehát ez mind a kettőben van egy ilyen íz. Látjátok, hogy elég sok, sok szemszögből jön le a folyosón, sokszor jön ki az a kapun, így biciklizik, úgy biciklizik, ebből a szemszögből biciklizik, átbiciklizik, megbiciklizik, ott egy kicsit megpörgeti ott a nap is, egy közeli, kis napos beveréssel, és megyünk tovább, anyám mennyit biciklizik, még mindig tekeri. Hát jó sok képünk van, ebből kell aztán összevakarni valamit, mert hát ugye ez nem egy bicikli reklám, tehát azért ennyit nem biciklizhet ez a szegény lány. És akkor ezután elértünk ennek a biciklizhetnek a végére. Nézzük tovább, mi történik. Hát az történik, hogy ez a lány bejön, amit már láttunk, ki is választottunk. Most lesznek itt közt a feketék is, mert el vannak választva egymástól. Bejön a lány, bejön a lány. Közben egyébként mond egy pár szót is. idejön beszélget. Oda megy, beszélget. Ide megy, beszélget. És ez zajlik gyakorlatilag idejön a színészünkhöz beszélget a rendező asszisztenssel, megnézik a robotot, ami majd mozgatni fogja a kamerát, azt mondjuk, hogy szép lassan összeáll az egész szett, még itt ebből van egy pár felvételünk, nézzünk meg egyet. Set, kamer, és tessék! Azóta nem láttam őket. Nézz, Odaadja ez a fényképezőt, az a kamerát, amit az előbb láttunk. Gyönyörű, kösz. És a színészünk megköszönni, hogy, hogy meghozta nekik kelléket utána már mondták, hogy ennyi, lát. Majd utána a timelapse, amit egyszer vettek fel, ugye az, hogy sokszor timelapse-et nem lehet felvenni, főleg egy ekkora szedbe. Ez nem is tudom, hogy mennyi ez, 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 sok darabból van összerakva. Ez az egy van ebből, tehát ez, ez legalább megépül. Majd az volt a kitalálás, az volt a nagy ötlet itt, ami egyébként tök jó lett volna, csak majd végén látjátok, hogy hogy alakult, hogy a színésznőnk leül, beül a kocsiba, majd ezek után, hát egyben nem tudták fölvenni azt, hogy beül a kocsiba egy ilyen hosszú timelapse után, majd utána még játszák is le a jelenetet tökéletesen, ezért az volt maga a gondolat, hogy miután leült a színésztőnk, a kerekes vica, azután vágás és új snittek következnek, és lesz egy elsétáló ember itt a képen, és ezt az elsétáló embert majd trükkbe összerakjuk, és ezért gyakorlatilag végig megy először a timelapse, majd bevágjuk ezt az elsétáló embert, aki így átcsalja egy ilyen láthatatlan vágással az egyik snitet a másikba, majd, kvázi, mintha egy snittben maradnánk, folytatódik a jelenet, és azt nézzük, hogy ez a kedves hölgy kiszáll, és zajlik a jelenet, ennyi a jelenet, itt leállítják a forgatást, majd a kamera kimozog, ez a robot a sineken, és megérkezünk, és látjuk a stávot. Ezek a darabkák versenyeztek itt most, és itt tartunk, fogalmunk nincs, hogy hogyan menjünk tovább. A következő állomása ennek, hogy a versenyző nitteket valahogy el kell kezdeni szűkíteni. És ö, ha átvágok a következő timeline-omra, akkor már azt látom, hogy abból a sok percből, ami az előbb még 8 perc volt, most csak ez a készülődős és biciklizős szakasz, tovább szűkítettem, és most már gyakorlatilag csak 2 percnyi ez az anyag. Ha végig pörgetem, ezek lettek az első körben tovább továbbjutó snittek. Elpakol. Ezek mind real time, illetve lassított felvételek, tehát ez így néz ki eredetiben. Sétál a lány lassítva. Jön le a lépcső lassítva. Közeliben, tágban, hogy Itt vannak a nagy biciklizó snittek. És gyakorlatilag ebből van most egy rakat, ez egy két percnyi cucc. És ha megyek tovább, akkor ezek is leszűkültek. Mutatok Kamerás egyet, hogy hogy néz ki. És... Tessék! Nektek mennyi idő kell, bocsi? Még 40-45 perces meg vagyunk. Oké, okay, köszönöm. Bocsánat. Nézzünk egy másikat. Azóta nem szett és tessék! Azóta nem Bocsánat, 10 perc és kész a világítás. Okay. Köszönöm. Jó, köszönöm. Nézd, Gyabi, ez lesz a kamerád a Jó, de jó, köszönöm. Sziasztok, tudtok mutatni egy mozgást? Mutatom. Ilyen darabkákból ö, dolgozunk, és innen érkezünk el már oda, ahol mi az előbb mutattam a timelapse és a jelenet záró, záró epizódjához. Egyre-egyre szűkül ez a timeline. Az, hogy mi alapján szűkül, az egy az egy nagyon, nagyon érdekes kérdés, mert erre ez a ponton igazából az van, hogy nincsen szabály. Nagyon sok szempontból az ízlésünk dönti el a személyes ö, benyomásaink, hogy egy adott bicikliző snitből mi az, ami nekünk jobban tetszik. Persze vannak bizonyos filmes szabályok, amikre érdemes figyelni, és működési elvek, ezekre majd nem sokára ki is fogok térni, viszont összességében elkezdjük úgy szűkíteni az anyagot, és én nekem mindig ez vált be, mintha simán magamnak, mint nézőnek csinálnám. Tehát azt szeretném, hogy én magam is jól szorakod én magam is élvezzem azt, amit látok, és ezáltal működtetni önmagam számára is az anyagot, ez egy fontos szempont. Másrésztről viszont belekeverni olyan szakmai elemeket, amiktől ez sokkal jobban befogadható lesz. Vagy azt érzem, hogy kap egy kis fűszert, vagy egy picit menőbb lesz. Vagy adunk neki egy olyan ritmust, amitől, amitől megindul a flow, és ténylegesen rá tud ülni az ember, még akkor is, hogyha csak a telefonját pörgeti a Youtube-on, és beleakad ebbe a videóba. Tehát egyszer elég sok szempontot kell össze összehúzni ahhoz, hogy melyik snit marad és melyik nem marad. Egy ilyen image filmnél egy picit a vizualitáson nagyobb a hangsúly, hiszen a színészi játéknál itt a kora nagy tétek azért nincsenek. Ha most megnézitek, fontos, hogy a lány természetes legyen, olyan darabok is vannak kiválasztva, hiteles darabkák, de nincs az, hogy be kell vallja, hogy egyik ember szerelmes a másikba, nincsen olyan, hogy valakit meg kell rikkatni, nincs olyan, hogy két ember ordít, veszekedik, és annak az intenzitása, vagy annak az erejét vágással kellene mahinálni és működtetni, hanem sokkal inkább a vizuális dolgok azok, amik itt közre játszanak, és majd látni is fogjuk, hogy kicsit ilyen klipszerűen is fog ez működni. Itt kezdődött el az, hogy a színészi játéknak volt egy kis szerepe, de itt azért még erről nem beszélhetünk. Ha most megnézzük, hogy hogy állt össze ez a picurka részlet, itt akkor látjátok, hogy ez nagyon-nagyon kezdetleges még, de már az látszik, hogy legalább az anyagokat elkezdtük szűkíteni. Tehát bejön a lány, Mennyi idős sétál, Mennyi idő, Itt nem véletlenül ugrik, itt még ez egy vázlat, tehát a lány közlekedik, azt néztük, hogy milyen, hogyha lassítva van, 40 -40 -40 -40 -40 és real time van egyszerre, egymás után, mennyire működik maga a stílus egyáltalán. tudjuk -e ezt kombinálni? Jól áll le ez ennek az anyagnak? Mindig először távolról indulunk, és megpróbáljuk a vázatot felépíteni, ahhoz, hogy aztán a végén majd tényleg Figyelem, már csak a díszítésekkel kelljen foglalkozni. Figyelem, próbál lesz, mondja a hölgy, majd elindul a time ünk és gyakorlatilag most végig is megy, mindjárt megnézzük, hogy hova fut ki. Tehát mindig először szerkezetet építünk, és megpróbáljuk a lehető legjobb snittekből felépíteni ezt a vázlatot, majd hogy aztán ezeket a snitteket elkezdjük működtetni mindenféle módokon. Most erre jó példa az, amit láttok, mert ez nagyon vázlat, amit néztek. Se zene, se kép, már egy félig megcsináltuk ezt az elsétáló emberes átmentet, kiszáll a színésznő, egy snitbe vagyunk tartva, ez volt az alapkoncepció, megérkezik a színész férfi, egy kicsit teatrális jelenet, de ennek pont ez is a lényege, hogy ez egy ilyen nagyon műfai, a film a sajátosságait, fekete fehérségét szépen. valamiért belagolunk. És kinyílik a tér. Ez a vázlat. És elérkeztünk oda, hogy a vázlatot elkezdtük felépíteni ebből a kis image filmből, és azon gondolkozunk, hogy hogyan fog ez igazából működni. Láttuk azt, hogy a timelapse-nél, amikor elérkezünk odáig, hogy a kocsiban meglátjuk a színésznőt, kiszáll, majd utána csokrózik ezzel a férfival ebben a kis filmnoáros jelenetben. Ez egy snitbe volt gondolva, hogy ide jó lenne, ha ez működne. Nézzük meg, hogy hogyan alakult a következő vágat szekvenciának ezen ezen része. Ha most megnézzük ezt a timeline-t itt, akkor, és mindenki idő, hogy ha kiátszom, akkor megint megcsesződünk-e, vagy jól jók leszünk. De ez most 2 perc 47 másodperc, ami összeállt, gyakorlatilag a lány otthon levésétől, a fénykép felvételén át egészen a lépcsős, biciklis, megérkezéses, beszélgetős, time jelenetes és véges nyit lezárásos szettig. Nézzük meg, hogy hol állunk most. Tehát itt tart a vágás. van egy zenénk. Mindenből ki van választva egy, ahogy látjátok, hogy a lány összepakolja a kis cokmokját. Már sűrítve van maga a folyamat, ahogy becsukja a dobozt. Elindul, most minden még slow van, tehát úgy, ahogy eredetileg fel lett véve lassított felvételbe. Jön a lány egy hosszabb közelibe, látjuk, hogy hol biciklizik, még szép képek egymástán. Arra gondoltunk, hogy lehet, hogy ez a lassúság jó, jó, jól fog neki állni, és egyébként van egy hangulata, tehát szerintem ez nem egy rossz alapirány egyébként, viszont ha most megnézitek, akkor itt elég sok baj van. Szóval a probléma például az nekem, hogy ö, miért biciklizik ennyit? Ez egy iskolánk az image filmje, nem egy bicikli reklám. Ö nem volt meg itt a váltás, ami nekünk kellene az, hogy ő bejön. Most még mindig vázatot láttok, tehát ugrálni fog kép és a hang egy kicsit. De az érzetek már elkezdenek működni, hogy vajon ezzel a zenével tényleg szerencsése végig csinálni ezt a filmet. Ez egy kicsit hömpölgős, szinematikus, nem túl inspiráló zene, olyan tekintetben, hogy inkább elámosít, és inkább egy, nem tudom, egy hadseregnek Figyelem, a, a lassított felvételeit látnám közben, amikor egymást kaszabolják a győzedelmes vár megvédésének érdekében. Majd az is zavarít, hogy a film három blokkból áll. A lány készülődése, a lány megérkezése és maga ez a timelapse és jelenet blokk. És azt érzem, hogy ezek nem válnak külön. Ugye most megvan itt félig csinálva ez az átmenet, leállunk, ez legalább leállunk, tehát látjuk, hogy valami történik. Valami legalább külön válik attól, ami eddig volt. Hiszen ez már a film jelenet, aminek kicsit máshogy kell működnie, mint ahogy eddig. Mint ahogy eddig működik a film és a lány története. Ennyi, köszönöm szépen megérkezik a jelenet leállítása, visszövünk fekete-fehérből, újra elindul a zene, kijövünk és látjuk a stábot, majd volt egy ilyen ötlet, hogy minden a lány dolga végeztével hazabiciklizik. És egy zárós nyit, és leáll. Hát ez volt az egyik első vágott, ami összeállt belőle, és Hát kíváncsi hogy mit gondoltok gyakorlatilag. Hát igen, ez a szuperhősös érzet, ez, ez itt van, és azért ez túl sok. Ez egy sokkal-sokkal ez egy több hype, mint amire nekünk szükségünk van, így van, jól mondjátok. Erős, bizony, pontosan. Nekünk ehhez más típusú zenére lesz szükségünk, ezért nem állhat meg itt a vágás, nem mondhatjuk, hogy na, itt a mese vége, fussatok el véle, összeraktuk, jaj, de jó lett, mert soksebbből vérzik még. Az látszik, hogy szép képeink vannak. Az látszik, hogy jól elkülönül három blokk a megérkezés, a forgatáson lévő készülődgetés ma, illetve majd a végén a jelenet, de ezek között nincsen dramaturgiai váltás jelenleg se zenébe, se vágásban, eléggé egyritmusú, inkább azt látjuk, hogy hömpölyög. Hömpölyög egy túlárazott zenére, és ez igazából sehova nem tart. És így van, Lázlov, nagyon jól látod, hogy csak azzal, hogy visszaraktuk a végére a lányt, ahogy biciklizik, pont úgy nézett ki, mintha elképzelte volna az egészet. Leessünk a valóságnak a talajáról, és megemelkedik az egész, Már pedig mi nem akarunk itt megemelkedni olyan szempontból, hogy nem akarjuk azt érezni, hogy filmestában csak az dolgozhat, aki jót biciklizik és elképzeli, hanem mi azt szeretnénk látni, hogy valaki ténylegesen oda megy és dolgozik, és, és egy jó csapat részévé válik. Úgyhogy nagyon jók a meglátásaitok. Na ilyesmiről szól ez a stream egyébként, hogy azt nézzük, hogy hogyan alakul egy anyag, és milyen módon, hold on formálódik, mi mit jelent ebben. Már csak ez az egyszerű dolog is, hogy a lánya végén újra biciklizik. Nagyon érdekes, és ez egyszerű vágás. Semmi más nincs, csak egy más értelmet kap csak attól, hogy a szerkezetét megbontjuk, hogy a szerkezetében visszahozunk egy-egy új elemet. Menjünk tovább a következő timelineunkra, és nézzük meg, hogy mi vár bennünket ott. Érkezik a hatos timeline. Hát itt már látszódik, hogy itt én már elkezdtem kommentelgetni, nem tudom, mennyire látszódik most ezen a monitoron, de mindjárt hozok nektek egy másikat méghozzá azt, hogy uh, itt láthatok, bár nem biztos, hogy olyan nagyon jól látszik, de azért megpróbálom nektek, hogy itt nekem fel van ilyen kis uh, piros markerekkel szórva az anyag, és ide fel van írva egy pár dolog. És mondom is, hogy micsodák vannak ide felírva. Az otthoni készülődés normál sebesség. Itt ne lassulgassunk be, hanem legyen benne egy játék, tehát próbáljunk elkülönülni, hogy a, a film elején inkább legyen több ő, valódibb real-time mozgás, és lehet, hogy a közepe vége felé kezdjük el elszórni ezeket a lassítottakat. Ez volt egy ötlet. Jöjjön real-time, ne lassítsunk rajta, kuka ezesnit, kuka ez a snit, ezt tegyük a végére, tesszük fel a kérdést, ez kuka ez, nem kell. Elég a swingből jönni, itt írtam fel magamnak, nem kell az, hogy ez a fiú itt pörgeti ezt pumpál, mint az állat. Következő az, hogy ne nézzen vissza a gépre a gyabi színészünk, hanem maradjunk a csajon, írtam föl. Hát igen, tehát itt elsősorban sokkal fontosabb lenne, gondoltam én akkor azt, hogy nagy csaj stírője, de ettől függetlenül lehet, hogy működni fog azt, hogy végül utána néz, hogyha elég gyorsan nézi vissza a, 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 fényképezőre, akkor nem mindegy, hogy egy stírülős utána nézést látunk, vagy pedig egy hálás köszönetteljes utána nézést. Ez is sokszor vágáson múlik, hogy vajon mit lát bele a néző, és ez mind hosszok ritmus és vágás, hogy ez működtetni tudjuk. Nézzük tovább, miket írtam még föl. Te felírtam a gyurkát levágni, gyurka itt a háttérben lévő ö, srác, akit nagyon kedvelek. Régi barátom és ismerősöm együtt kezdtük vágni még annó a totálkárt, és mikor diákok voltunk Békés Csabán, akkor ö, ö, vele rengeteg ilyen kampányfilmet csináltunk, ő azóta óriásira nőtte ki magát, most Los Angelesbe állítja ki ezt a robotot, és ennek már valami sokkal fejlettebb változatát, mint amit itt láthattatok. A film szempontjából Gyurkára nem volt szükség, ő a robotkezelő srác, de őt nem kell exponálnunk, bőven elég, hogy a csaj ide-oda mozog a térben, és beszél valakikkel, akik a stábtagjai. igen is itt felírtam még azt is, hogy 235, ez a széles vászon helyett, ami a fekete csík a, nagyon leegyszerűsítve, alul-fölül, amitől azt érzed, hogy ó, milyen szép széles képed van, ahelyett a képarány helyett inkább legyen a 4-3-as képarány, ami inkább hasonlít egy négyzetre gyakorlatilag, vagy a régi tévéknek a képaránya. Ezzel is el lehetne választani azt, hogy a filmességet azt ne úgy hozzuk be, hogy ide én behozok egy széles vásznat, hanem inkább pont menjünk ellenkezőleg, tegyük vissza a régi, régi tévésbe ezt a jelenetet, talán jobban el fog válni így az egész anyagtól egy teljesen más, kicsit ilyen szűkebb szűkebb képarány. Így állt össze ez a következő szett, és ezekkel a kommentekkel együtt felbiztatta magam, hogy menjünk tovább. Na de ez a mi történt. Hát kiderültem, hogy van nálunk még egy nyersanyag, aminek megérkezése megtörtént, ezeken kívül, amit eddig láttunk, tehát kiegészült az anyag, hiszen forgatott valaki egy Blackmagic kamerával is, ez egyek később érkezett meg hozzánk, ezért új nyersanyagok érkeztek. Olyan típusú képek, amik inkább, mintha verk képek lennének, de mivel Blackmagic kamerával volt rögzítve, sokkal jobb a minősége, ezek olyan közelik, amikkel lehet ritmizálni, adni egy plusz hangulatot, és felépíteni egy picit másabban működő, ő, sűrűbb világot, amellé ami egyébként már megvan, hogy a lány mászkál a részlegek között, de ezek közé vágva, ritmusosan és kicsit klippesítve ezeket a közeliket, amik mind-mind szakmai dolgok, tehát kamerát szerelnek össze, díszlet, kellék, smink, ezekkel mind-mind el lehet kezdeni, kicsit törni azt a hömpögős ritmust, ami kettővel ezelőtt arra a nagyon lassú zenére megtörtént. Hát ezt is leválogattuk. Itt a nyersanyag egyes sávon minden marad. Kettes sávra felugrik minden, az ami érdekes. Mi történt ezután? Összehúztam a válogatottakat, itt már csak azokat a snitteket látjuk, amiket én most hasznosnak találtam a következő körben, és ezek után fogtam magam, és elkezdtem ezeket beépíteni a vágatba, és itt láthatjátok is, hogy itt a V2-es sávomon, amit most itt ki is jelöltem, ide elkezdtem felpakolni ezeket a kis darabokat. Elkezd törődni a ritmus, Ez láthatjátok is. Nézzük meg, hogy milyen bevágva egy első körben. 40, 40, 40, 40 Jó, fog ezt tenni. Jót fognak ezek tenni, ezek a kis... kis közelik. Van már egy új zenénk is, hogy halljátok. majd egy Figyelem, lesz! nézzük, hogy épültem tovább. beindítottam a zenét, kerestem egy olyan szakaszt, tehát valami változás azért volt már a zenébe, de ez még mindig nem az igazi. Szóval még mindig csak hömpögünk, viszont bejön a 4-3-as képarány, kicseng a zene, átkerülünk egy másik világba. Megtörténik a jelenet. fokozódó, mondjuk miért fontos lenne, de azért, hogy kiállhassunk. Majd visszanyílik a 4-3, elindulunk hátra, és még a lány még mindig ott tekeri a lantot a végén, majd bejön egy, egy logó. Alakul a dolog, de ez még nem az igazi. Közben azt találtam ki, hogy de jó lenne, hogyha valahogy még lehetne spékelni az anyagot, mert nem rossz, nem rossz, de valakitől hallottam, hogy volt verk verkforgatás is a forgatás helyszínén, ezért bekértem az összes anyagot, ami a verk megcsinált, és azon gondolkoztam, hogy de izgalmas lehetne, hogyha ez a műhely munka, ami az előző snitteknél egyébként ilyen jól, jól megvolt, kis közelikből épült valami fölfelé, mi lenne, ha még kiegészülne egy csomó olyan picurka, igazán verkből kiszedett snittecskével, ami azt mutatja, hogy hát itt ténylegesen ilyen munka folyik. Szóval ezek nem csak beállított szép képek ám, hanem effektív valódi emberek, valódi tárgyakkal, valódi munkát végeznek, úgy, mintha a kvázi én a telefonommal ezt felvenném, és ennek van egy olyan valódisága, van benne valami olyan eredeti, amit lehet, ha kevernénk ezekkel a szép, picit beállított, bevilágított képekkel, akkor az a ritmus egyrészt még erősebben tudná adagolni azt, hogy nem egy íve van neki, egy ritmusa van az egész vágatnak, hanem mind képileg, mind vágás stílusban lehetne ezen még tovább finomítani. Kérdés, hogy a zenéket fixen kaphatod, vagy válogathatsz? Itt válogattam. Ezek univerzál stockok, -ok, és úgy vagyunk vele, hogy amik majd tetszik, azt majd meg tudjuk vásárolni a végén. De van olyan, a, például a reklámoknál nem nagyon sokszor hogy nem stockból, hanem a zeneszerző van. Maximum vannak olyan előre elkészített ilyen hangulat mód zenék, amikkel lehet már dolgozni, hogy annak a ritmusára tudjunk vágni, és majd utána a zeneszerző építeni fog hozzá egy hasonló, de más típusú zenét. Kérdés az, hogy meg, mennyire kihívás, hogy két zene teljesen diszonás, hát az baj. Attól függ, hogy mitől diszonás. A ritmusától, a vágásától, az összeillesztésétől, vagy teljesen két külön műfaj. Az a lényeg, hogy ne zökkenjen ki a néző bármit lehet csinálni, nincsenek szabályok, de ha kizökken néző, az rossz, nekünk benne kell őt tartani valahogy a folyamba, és nem szabad elengedni a figyelmét. Menjünk tovább, nézzük meg, hogy mi az, ami még maradt nekünk ebből. Hát bejöttek a verkanyagok, drága barátaim, nem kevés verkanyag jött, mutatom. Ez 1 óra 40 percnyi verkanyag, ami itt bejött, és ugyanaz a leválogatás megtörtént, mint ami az összes többivel is. Ha most így végighúzom csak így gyorsan, akkor látjátok, hogy itt aztán érkezett minden. A robotról, stábról, sínről, gyurkáról. És a válogatás eredménye ez lett. Ami már nem egy óra 43 körül van, hanem 5 perc 46. 5 perc 46 tömény gyönyör. Ezekben láttam meg a fantáziát. Itt azért, mert egy figura itt csavarkulcsozik, vagy mit csinál. Van neki egy hangja. Itt tetszett a tér, hogy, a, hogy azt látom, hogy hol vagyunk. Itt egy fúrás tetszik. Jók ezek a közelik, van hangjuk, ezzel lehet ritmus csinálni. Látom, hogy kamerát szerelnek. Látom, hogy kibukkan valaki a fény mögött. Csomó dinamikus, játékos, ötletes kis nitecske, amit bízunk benne, hogy be lehet valahogy vakarni ebbe a kis image filmbe, mert mennyi mindent hozzátenne, hogyha megfűszerezhetné mindazt, amit eddig láttunk. Na nézzük, hogy hogy sikerül a befúrás. Itt most zenék, zene nélkül fogjátok látni. Zene nélkül leszünk. Itt a lány otthon el van a kutyájával, laptopozik. Figyeljétek, megjöttek viszont, nem tudom mennyire hallatszik, megjöttek picurka hangok. Elkezdtem a ritmust felépíteni a hangokhoz. Ami majd tök izgín fogja működtetni a későbbi filmet, hogyha ezek jó összhangban lesznek a zenével. Nem lagolok, remélem. A lány biciklizik, csenget a bicikliével. Megjön, és nézzük. Megérkeztek a verkanyagok. Pillanatképek, ritmusok. Újabb életképek, közé törve a úgymond storina. Mennyi idő kell? Még 40-45 perc és meg vagyunk próbára. köszönöm. A lány beszélget, megyünk tovább, látjuk az életképeket újra. Megérkezett ide is. Nézd, Gyabi, ez lesz a kamerád a jelenetben. Gyönyörű, kösz. Megcsinálták a bajuszát és a bácsinak. Robot. Figyelem, mozgáspróba lesz. És megtörténik a mozgás próba? Ez végig megy. A timelapse is. Megérkezik a színésznőnkhöz egy fénykép hanggal át segítjük ezt a fél rossz megoldást, ami ezzel a van. 4-3-as kép bejövünk. Megtörténik a jelenet. Egy vágyakozó pillantás, egy aprócska habvarió, megyünk, zoomolunk rá egy picit a képre, Ennyi, köszönöm. Leállunk Visszaként majd zenével, visszaszíneződünk, visszamegyünk az eredeti képarányra, és kipörög a, a kis robotkánk. Ez a vázotta az anyagnak. Alakul. Alakul, de még nem vagyunk a végén. Megyünk a következőre. Itt már kapott egy zenét, megnéztük, hogy ezzel hogy működik, illetve tovább építgettük a sound design-t is. Ez így, ahogy most nézem, ez már 1 perc 44-re le van húzva. Emlékeztek, hogy nagyon messze indultunk, volt itt több órányi nyersanyag, aztán hozzájöttek még a verkek, meg a Black Magic kamerának az anyagai. Tehát gyakorlatilag szerintem most valami 4,5-5 óra nyers forgatott volt a kezünkben. Ezt mind végignéztük, mind leválogattuk, mind megversenyeztettük őket, és ezekből kezdtük elépíteni aztán azt a struktúrát, amiben bízunk, hogy elmesélő a nézőnek mindazt, amitől ő szimpatikusnak fogja látni mondjuk ezt az iskolát. Az, hogy a kép egy kicsit akadozik, az lehet. Az a szegény obs az sokat levesz belőle. Szóval belőttünk egy ilyen zenét, hát én nem szerettem ezt a zenét, erre emlékszem. Lagymatagnak tartottam nagyon, de ezzel is kipróbáltuk, megnéztük, hogy hogy működik. Viszont az egy érdekes dolog volt, hogy amikor kiállunk ezekre az életképekre, akkor a zenét ugye visszatompítottuk. Perc. Ezzel bár megy tovább a zenének a ritmusa, és, és a flow az meg van tartva, tehát nem zökkenünk ki. Még 40, 40, 30, Viszont segíti azt, más. hogy elválasztódjanak ezek az életképek egymástól. Perc és Le kellett egyszerűsíteni sok mindent, tehát nincs a időnk a egyszerűen. Gyönyörű. Ez, egy, Kösz. ez Kösz. Kösz. egy, ez egy olyan film, ahol nincs 3-4 percig megismerni a szereplőket és a környezetet, hanem haladni kell. és valószínűleg ezért ezt a, a szakaszt szerették, akik adták nekem, azt hiszem, ez egy ilyen ajánlott zene volt, hogy erre menjen a timelapse, csak mire ugye idáig ide érünk, az igaz szétújjuk magunkat, Erről is én nem szeretem. Na és itt fontos dolog volt, Ö, nem akartuk, hogy egy maradjon, mert nincs rá idő. Szóval kellett egy... de szükség volt arra, hogy a jelent hangét kihasználva ajtó csukódás kibe, lépés hang és majd a fotózás hang, ezekkel a picurka hangokkal megsegíteni azt, hogy kicsit ugró, kicsit ilyen egymásra vágottabb snitteket is tudjunk használni, mert egyszerűen valahogy időt kellett nyerni. Ilyenkor nagyon sokat segít nekünk a hang, ami töri a ritmust, és segít törni magát a snitteket is, ahhoz, hogy könnyebben elfogadjuk, ne hibának észleljük, hanem adjon neki egy ilyen klippes játékosságot. Írja Itzsa Bess, hogy az eredetileg felvázolt sztorihoz képest rendesen megvázolt a végleges film, ezt a rendezővel így találtuk ki, vagy szabad kezet kaptam, és itt ennyi volt a szabadságom. Ezt vége végig a rendezővel együtt kommunikáltuk, természetesen így van. Egyébként annyira nagyon nem változott meg a, a sztori. De a sztori az ugyanúgy arról szól, hogy a, hogy a lány ö, ugye itthon készülődik a forgatásra, nézi a kellékeket, elindul, bepakol, beszélget a stábbal. Tehát a sztori az nagyon hasonló, csak maga a hosszok, a, a játékosság és ezek a plusz verkanyok, ezek színesítették a már meglévő történetet. Nézzük meg, hogy mi lett a vége. Nem mondom, hogy nem tudnék rajta most is Javítani, vagy pont így gondolnék mindent, mint ahogy, mint ahogy ma látom. Szóval mindig az ember, amikor eltérik egy kicsi időben, mindig másképp csinálna a dolgait. De ettől függetlenül az látszik, hogy hogyan alakult ki a végleges anyag, a zene más lesz. Meg lesz pörgetve egy kicsit a ritmusa, összhangban szeretnénk tartani ezeket a picurka hangokat, amiket láthatok, hogy hozzáépítettünk akár dobozbecsukás, akár fényképező összerakás, akár itt később fúrás, faragás, fényképezés, robot hangmozgás. Ezeknek valahogy szervesen kellene összeállni úgy a zenével, hangulattal és ritmussal, hogy valami egységes érzete legyen az egész image filmnek. És hogyha ennek a hosszát most megnézem, akkor ez gyakorlatilag egy perc 20 körül lett a vége. Én úgy emlékszem, hogy ez már a végleges, végleges verzió. Jött egy vokálos zene, ami szerintem adott egy érzékenységet neki. próbáltuk összhangba hozni videó, perc. a hangritmus játékot a zenével. Minden sűrítő van. A lány lehet utolszinkronozva. A lány utolszinkron mellett feljelítve kicsit. Gyönyörű, köz. Tudok mutatni majd egy mozgást? Figyelem, mozgás próbálás! Kiállt a zene elhangzott a mondat, azért mutatom, hogy sűrítani lehetett ezzel a vágással, ami a lány közeli és a totál között lesz, figyeljetek, Figyel le, jobbra srák, ez. Próba lesz. Igazából próba lesz. három képből van összerakva, le, egy, próba kettő, három, de érzetben, ha benne vagyunk a flóba, akkor ezt nem hibának fogjuk észlelni, hanem sokkal inkább egy ilyen fluid, jó ritmusú és a filmet segítő átkötéssé változzon. Figyelem, mozgás próba lesz! És tessék! És elindul a ennek a zenének a fokozása, amit eddig hallottunk. Visszáll a zene. Megtörtént az ugróvágásokkal a jelenetünk. Nem csorbultunk sokat, Egy nem köszönöm. érünk a csókhoz, mert nem volt túl szerencsés. Visszajövünk, és a zenével kivisszük magunkat egészen a logóig. Ez lett a végleges anyag. Szóval így állt össze maga ez a kis image film. Láthatjátok, hogy én sem tudom az utat. <laughs> szóval nem arról szól, hogy ha valaki, nem tudom, hívják dolgozni, vagy elismerik a munkáját bármilyen módon, az egyből tud mindent. Hát látjátok, hogy gyakorlatilag mennyi minden volt addig a pontig, amíg ténylegesen meg nem születik valami a végén, amiről még mindig lehetne beszélgetni, hogy mennyire jó vagy mennyire nem, nem működik. Én azt gondolom, hogy egyébként működik, a száll, és segíti a befogadást, minden szerkesztés, minden ötlet, minden sűrítés a zenéhez, a hangokhoz, plusz verkanyagokkal összefűzve. Ez az anyag elment ugye fényeléset, már a fényelt anyagot láttátok. A verkes kamerákat, azokat mind-mind eltolták inkább egy ilyen zajosabb, koszosabb, ilyen hibásabb vonalra, pont azért, hogy legyen különbség igazából, nagyon látható legyen azok között, amik a filmes kamerával forogtak, azokat nagyon szépen befényelték, ezzel is segítették a dramaturgiát, és hangkeverés és jár természetesen a, az anyag, és így lett a végleges, amit ti most láthatok. Szóval nem tudjuk a receptet az elején még mi sem. Csak mindegyik részleg próbál azért tenni, hogy a végére összeálljon valami dramaturgiailag, és a nézőhöz eljusson. És ha belegondoltok, csak hogy a mi felelősségünk az milyen. Egy forgatókönyvíró, és most nem ezt az image filmet mondom, hanem úgy egyébként. Egy forgatókönyvíró dolgozik hónapokig, vagy egy évig, vagy akár több évig is egy forgatókönyvben. Utána, hogyha nyer pályázatot, előkészítik ezeket, van a gyártás előkészítés, kapnak kicsi pénzt, elő tudnak mozogni, elkezdenek szervezni. Aztán, ha kapnak egy nagyobb gyártási pénzt, akkor elkezdődhet maga a filmnek a gyártása, az előkészítés, a helyszínek Szervezése, a casting, a színészek behozatala, stb. Az is több hónapos munka. Oda áll mindenki a forgatásra. Egy nagyjátékfilm esetén egy 25 90 napig terjedő, bármilyen skálán lehet nagyjátékfilmet forgatni. Ennél kevesebből is egyébként, de összességében mondjuk ilyen 30-35-40-50 napok azok, amik így átlagosan egy nagyjátékfilm forgatásában ö, kellenek ahhoz, hogy elkészüljön az a nyersanyag, amiből aztán tud dolgozni a, a, a vágó. És ha belegondoltak, akkor egy több éves folyamatnak az összes igyekezete, akár történeti forgatókönyvírói, gyártási, színészi, díszlet, smink, jelmez, ruhás, mindenféle részlegeket felsorolva belesűrűsödik ezeknek a napnak a forgatott anyagaiba. És ez a forgatott anyag, ez egyszerűen így, és lekerül az asztalomra. És innentől kezdve ugyanilyen felelősséggel kell nekem is hozzáállni, hogy ők hozzáálltak, hiszen innentől kezdve Bármi lehetséges, bármit cserélhetek, bármivel, amit én fontosnak látok, azt előre veszem. Én vagyok maga a protekció. Intenzítek, nem tudnak ordítozni, hogy ők jobbak, mint a másik. Senki nem látja a nyersanyagot annyit, mint én. Természetesen a rendezővel együtt csináljuk ezeket, tehát ő is látni fogja. Így gyakorlatilag egy kézbe kerül az összes felelőssége annak, hogy egy film hogyan lesz igazából elmesélve, és a színészek hogy fognak igazából játszani, hogy tudok hangot cserélni akár úgy, hogy már meglévő mondatoknak a hangjait cserélem ki arcokon, mert pont olyan ritmusban mondtam mondjuk egy, egy másik felvételbe a színész, és viszont ott jobb volt a hang, és kicserélem. Az az arc, ami hiteles volt, de egy hiteltelen hanggal, most lehet, hogy egy hangcserével viszont működni fog. És ezek a mind, mind azt a figyelmet kérik, hogy amikor a végén felállok majd a vágóasztaltól, mondjuk egy nagy játékfilm esetében, hat hónap után, vagy bizonyos esetekben egy két év után, akkor azt tudjam mondani, hogy én Megtettem mindent azért, hogy ez a film úgy kerüljön a mozikba, hogy érezzenek, lássanak azzal a szemmel, amit mi szántunk nekik. Amit mi szeretnénk, hogy ténylegesen érezzenek. Amit szeretnénk, hogy, hogy, hogy vezetve legyenek. És ez egy jó vezetés. Ez amikor kézen fogjuk a nézőt, és nem engedjük, hogy egyedül maradjon. Hanem vagy a történetben, vagy az érzelmekben, vagy a ritmusban, vagy a cselekményben, vagy ahogy a történet gabajodik előre-hátra, megfogni, nem engedni el, és végig vezetni ott, ott a mozi varázsában. Ez a mi felelősségünk, és, és szerintem ez egy gyönyörű felelősség. Ez az, ami inspirálta arra, hogy hogy de jó lenne, hogyha ezt egyrészt mások, akik hasonló területen gondolkoznak, azok, azoknak segíthetnék, vagy hogy becsatlakozzanak is közösségünkbe, és együtt, együtt ezt az alkotói folyamatot ezt gyakorolhassuk, láthassuk, fejlődhessünk és inspirálódhassunk egymás által. Nekem is vannak olyan ötleteim, amikor majd én inspirálódok belőletek. Remélem, hogy érthető volt sok minden, és nem volt teljesen unalmas, majd reméljük, hogy az isűn vág belőle valami értelmes és hasznosat. Megnyomkodom a gombjaimat, és azt hiszem, hogy jó itt.